Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy még ilyen késői órán is ilyen nagy számban vannak jelen. Mostanra már, ugye, mint kipróbáltuk a hagyományos jóga különböző ágait, ültünk, vagy legalábbis próbáltunk ülni lótuszülésben, szemünket becsukva, különböző légzéstechnikákat alkalmazva, meditáltunk ezen és azon. Türelmesen vártuk, hogy belépjünk a szent térbe, hogy elemelkedjünk tudatunk jelenlegi síkjától, és megérkezzünk jóga országba. Azonban ez a dolog sajnos legtöbbünknek nem sikerült. Az ászanák és pránajáma bonyolult technikái bizonyára el tudnak vinni minket a lelki ébredés egy magasabb szintjére, persze abban az esetben, hogyha képesek vagyunk rá, arra, hogy oly módon gyakoroljuk ezeket a technikákat, ahogy a nagy bölcsek, a nagy jógik tanítottak erre minket. Persze ugye ők jó sok dologra tanítottak minket. Az egyik ilyen az, hogy a különböző korokban más és más technikákat kell alkalmazni a lelki fejlődés érdekében. Mai korszakunkban, ami körülbelül 5000 évvel ezelőtt kezdődött India ősi szentírásai szerint, ez a folyamat, amit gyakorolnunk kell, ez a kirtan jóga, az Isten szent neveinek együttes éneklése. Erről a témáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel a jelen előadásomban. Ugye, az előttem szólók már a meditáció szónak a mélyére hatoltak, részletesen tárgyalták ezt, éppen ezért erről sok mindent én nem szeretnék mondani, mégis egy-két dolgot fontosnak tartok megemlíteni a témámmal kapcsolatban. Tehát a meditáció szó szerint elmélkedés jelent. Ugye a szanszkrit szó is azt mondja, hogy a manasztrájaté, ugye az uralkodni az elmém. Sokak számára ez egyet jelent a mindenfajta agyműködés leállításával, de ezt igazából a védikus hagyományok, a védák, főleg a Bhagavad Gita ezt nem támogatja. Ugye itt az idézetben is látható, Arjuna Krisnának ezt mondja, hogy ó Krisna, én úgy látom, hogy könnyebb megállítani a szelet, mint szabályozni az elmét, amely nyugtalan, fegyelmezetlen, csökönyös és erős. Amíg tehát az elménket nem győzzük le, addig akár az ellenségünk is lehet. Meg lehet persze ideiglenesen állítani, de ez nem lesz segítség. Abban az esetben, hogyha lefoglaljuk valami hasznos dologgal, előbbre juthatunk. Ugye egy kisgyermeket is, hogyha mindig talp alatt van, és nem tudjuk tőle végezni a dolgunkat, megkötözhetjük esetleg, de az szintén nem lesz egy jó dolog, mivel akkor csak sírni fog, és az ugyanúgy zavarni fog minket. Hogyha azonban egy játékot adunk neki, akkor csendes lesz, elfoglalja magát ezzel a játékkal, és végezhetjük mi is a dolgunkat, ugye két lejet is ütünk egy csapásra. Egyszerűbb, ugyanúgy az elménkkel is ugyanezt tehetjük, hogy a legegyszerűbben, hogyha lefoglaljuk, akkor tudunk rajta uralkodni. Ugye a legkézenfekvőbb módszer erre a lefoglalásra az érzékeink használata. Mert ezeken keresztül automatikusan az elménket is lefoglaljuk. Legtöbbet és legintenzívebben használt érzékszervünk az a fülünk. Ugye a szemünket be tudjuk csukni, ezáltal a használatát felfüggesztjük, hogy az orrunkat, hogyha nem kívánt szagokat nem akarunk érezni, akkor be tudjuk fogni, ha nem eszünk, nem használjuk a nyelvünket, akkor az ízlelés érzékünket ugyanígy korlátozni tudjuk. Azonban, hogyha a fülünket, ha be is fogjuk, hangos hangok ellen nem tudunk védekezni. Nem tudjuk kikapcsolni, ez mindig megállás nélkül működik. És ez a mindennapjainkban is jelentős szerepe van ennek, mivel a világunkban folyamatos behatások érik az érzékszerveinket, és sajnos a mai korban ezek a behatások nem éppen a lelki béke fenntartására törekeznek, folyamatosan stimulálják, egy túlhajtott állapotban tartják érzékszerveinket. És ugyanez alkalmazható, mint már említettem, a fülünkre is, hogy
főleg ez az a szerv, ami a legtöbbet van így stimulálva, ugye légkalapácsok, riasztók, a zaja, a közlekedés zaja, vagy akár a mobiltelefonok csörgése, vagy sorolhatnám végtelenségig azokat a zajokat, amik befolyásolják az elménket, gyengítik azt, és ezáltal a testünket is ugyanúgy gyengítik. Ezen felül ugye a hangnak egy másik formája az emberi szó az, ami szintén egy mai korunkban egy ilyen negatív előjelet kapott. Az adott szónak, a becsületességnek, az igaz mondásnak már nem sok, szinte alig találunk olyan esetet, amikor ezt így használják sokan épp az ellenkezőre, az emberek becsapására használják ezt a hangot. Szükségünk van tehát arra, egy nyugalmas helyre, egy olyan pontra, ahová visszavonulhatunk, ahol ezt a folyamatos stimulált érzékeinket lenyugtathatjuk, megnyugodhatunk, és erre ugye a legmegfelelőbb folyamat lehet akár ez a meditációs zene hallgatása. A hangnak, mint olyannak létezik egy másik, sokkal a modern megközelítéssel szemben egy sokkal emberibb, egy barátibb formája, aspektusa is. Ugye a hang, mint olyan, a védikus kultúra alapja. A teremtés kezdetén a védák, India ősi szent könyvei hangformájában nyilvánultak meg, és az Úr Brahma, az első teremtett lény is hangformájában kapta meg ezt a tudást, és ezáltal a tudás által kezdhette el az anyagi teremtést. Az egyéni lélek ebbe a hang által kreált anyagi világba esik le, és ahogy a Vedanta Sutra ezt magyarázza, ebből az anyagi világból szintén a hang által szabadulhatunk ki. Mindemellett a teremtő és felszabadító hang aspektus mellett ott van ennek a hangnak egy következő, sokkal általánosabb formája, a zene, ugye, mint olyan. Amikor a két sík, kimondott szó és a zenei hangok, vagy hang egyesül, akkor megfelelő módon, időben és helyen, akkor a bevezetőben említett kirtan jóga formájában, akkor elérhetjük ugye a tökéletességet, és csodákat képes művelni ez az egyesülés az elménkkel. Ugye a legtöbbször a zenét nem hallgatjuk, hanem csak így halljuk. Ebben nagy szerepet játszik a jelenkorunk személytelen mi volta is. Ugye nem szeretnénk, de mégis ránk kényszerítik a hallgatást. Bármerre megyünk, mindenhol zenével jutunk, vagy kerülünk kapcsolatba, ugye utazáskor, bevásárláskor, vagy egész más helyeken is, mindenhol zenét hallgatunk. Azonban ez a zene nem feltétlenül az a zene, amit mi szeretnénk éppen hallani. A zene és a különböző hangok mérhető és minősíthető erővel hatnak a tudatunkra, az elménkre egyaránt. Nem egy kísérlet bizonyította például, hogy zenével befolyásolni lehet ugye a növények növekedését, a tehenek tejhozamát, egyéb más ilyen dolgokat. Igen. A zene alapvető természete az, tehát, hogy egyfajta lenyomatot hagy, mely hatással van szokásainkra, tetteinkre és viselkedésünkre. Bizonyos fajta érzelmek hatása alá kerülünk újra és újra ugyanazon zeneszám hallgatása közben. Ezek az érzelmek szokásokat teremtenek, ezek a szokások idővel beépülnek személyiségünkbe, és ez a karakter lesz az, ami későbbiekben vágyainkat meg fogja határozni. Éppen ezért nem mindegy, hogy a zenét honnan kapjuk, a formája, minősége, hogy kitől és milyen úton, módon jut el hozzánk. A Bhagavad Gita három ilyen minőséget, formát határoz meg,
előbbi előadásokban szintén hallhattak már erről, ezek a formák, ugye a kötőerők, vagy szanszkritul gunák, ugye a tudatlanság, a szenvedély és a jóság kötőerejei, amik mindig és mindent áthatnak ebben az anyagi teremtésben, tetteinket így és más egyéb dolgokat, így a zenét is. Mindenben jelen vannak. Minél alacsonyabb szintű kötőerő van ránk hatással, annál távolabb kerülünk a transzcendenstől. Ezekről a kötőerőkről most szeretnék egy pár szót megosztani önökkel. Ugye a tudatlanság kötőerejében lévő zenétől az ember tunya, fásult lesz, közönyös lesz, kimerültséget érez, ürességet, lustává válik, letargikussá, boldogság, kábaság és kimerültség lesz rajta úrrá. Pesszimista lesz, negatív, úgy érzi, hogy semmi sem érdekli, mindent sötétnek lát. Ezek a zenei energiák tehát a tétlenséget, a komorságot erősítik. A szenvedély kötő erejében lévő zene végtelen égető vágyainkat korbácsolja föl, önzőséget, mély kötődéseket erősíti, a mohóságot stimulálja. A jóság kötő erejében lévő zene ezekkel szemben megnyugtatja a hallgatót, lecsendesíti az elmét, segíti a koncentrációt, minden érzékünknek örömet okoz. A tudatosabbá válunk tőle, megvilágosodást érhetünk el, magabiztossá válunk tőle, magasabb lelki régiókba, az Isten szeretet régióiba emel minket. Persze ezek a kötőerők sosincsenek tiszta formában jelen, mindig legtöbbször általában keverednek egymással. Van azonban a zenének egy olyan aspektusa, ami a tiszta jóság kötőerejében van, ez a Harináma Szankirtana, az Úr Szent neveinek együttes éneklése. Ugye? Igen. A mantra szimbolikus hangja egyfajta hidat képez felszíni tudat és az alapvető én között, amely testetlen szinten helyezkedik el. A mantra hangjai tehát a finom fizikai test legdurvább és legfinomabb szintjeit kötik össze. Az előadásom követő mantra meditációs koncerten 4 ilyen mantrát fogunk ismételni. A legelső, ezekről szeretnék most egy pár szót mondani. A legelső, amit a teremben ülők nagy többsége valószínűleg már ismer, ez az Om mantra. Az Om mantra egy kezdeti megértést ad Istenről, pontosabban az ő Brahman vagy személytelen aspektusáról. A pranava, vagy transzcendentális omkára, ezzel a hanggal kezdődik minden védikus himnusz. A legfelsőbb úr megszólítására szolgál a transzcendentális megvalósítás magva. Ha ezt a elmében zengjük, megfelelő légzési folyamattal kísérve, transzba merülés transzcendentális, ám de mechanikus eszköze lehet a nagy misztikusok tapasztalatai szerint. Képesek leszünk az anyagban elmerült elmét lelkivé transformálni. Az Om mantra, vagy az Om szó valójában az Om Tat Szatra, az abszolút igazságra utal, ez lesz a második mantra, amit a következő koncerten elő fogunk adni. Az omkára célja az, hogy megszabaduljunk minden ragaszkodásunktól, az, ami anyagi dolgokhoz köt minket. A következő mantra az Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ugye a Srimad Bhagavatam is ezzel a mantrával kezdődik. A Vasudevaya szó jelentése Krishna, Vasudeva fia. Vasudev fia. Ugye Krishna Vasudeva nevét énekelve szerteltünk mindarra a jóra, amit adományozással, vezekléssel, lemondással, különböző áldozatok bemutatásával szertehetünk. Felajánljuk ezzel tiszteletteljes hódolatunkat a szívben lakó legfelsőbb úrnak, vagy más néven Paramátmának. Ez a mantra és az Istenség személyisége nem különbözik egymástól. Ezzel a mantrával imádhatjuk az Úr formáját, akkor is, ha fizikai kellékek nem állnak rendelkezésünkre. A negyedik, egyben utolsó mantránk a Hare Krishna Maha mantra lesz. Nincs különbség e mantra között és az omkára között, hiszen mind a kettő az Istenség személyiségét szólítja meg, őt képviseli hangformájában, azonban ez a mantra személyes, a Bhagaván formáját szólítja meg Istennek.
különbség, az a legnagyobb különbség a Hare Krishna mantra és az Omkára között, hogy a Hare Krishna mantra éneklése közben nincsenek szigorú szabályok, amikhez kötnünk kell magunkat. Ugye a Bhagavad Gita-ban szintén Krishna megemlíti, hogy ha valaki az Omkárt zengi, akkor egy magányos helyre kell vonulnia, tiszta helyre kell vonulni, a kusafüvet kell maga alá teríteni, az ülőhelyen ne legyen túl magasan, túl alacsonyan, és egyéb más sok-sok ilyen szabálynak kell megfelelni ahhoz, hogy azt a mantrát eredményesen tudjuk gyakorolni. A Hare Krishna mantrát azonban bárki bármikor helytől és időtől függetlenül énekelheti. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu kijelentette, hogy ha valaki a Hare Krishna Mahamantrát énekli, akkor helytől és időponttól függetlenül a lelke, a szíve megtisztul, és magasabb régiókban tud emelkedni. Az anyagi szennyeződések, az anyagi lét tüze kialszik a szívében. Ezzel a mantrának az éneklésével örömet okozhatunk az Úrnak, ez a mantra abszolút természete. Ha bajban van valaki, vagy boldog, mind a két, akármikor, bármikor énekelheti ezt a mantrát. Ezeken kívül az is nagyon fontos, hogy mint a bevezetőben is említettem, hogy a mai korunkban ez a megfelelő vallási folyamat, ez a megvalósításnak a legjobb eszköze. Tehát a kirtan jóga, mint olyan, végtelenül praktikus. Ahhoz, hogy a jóga más többi megszokott formáit gyakorolja az ember, nem mindenkinek van megfelelő kitartása, állóképessége vagy testi feltétele. Énekelni azonban egy gyermek is tud. Csak kinyitjuk a szánkat és hagyjuk, hogy a szívünk énekeljen. Kinyitja a száját is. Ez nagyon áldásos, és megfelelő iránymutatással végtelenül egyszerűen végezhető folyamat. Ezzel ugye minden érzékünket lefoglaljuk, a hang beborítja fülünket és nyelvünket, szemeinkkel láthatjuk az éneklésben résztvevő társaink boldog arcát, esetleg spirituális képeket nézhetünk, aztán az orrunkat ugye lefoglalja a füstölők vagy a friss világok illata, amik szinte velejárói ennek a tevékenységnek. Tapintásunkat pedig a hangszerek, vagy pedig a tapsolás, a zene ütemére való tapsolás is lefoglalhatja. De ugyanakkor, ha nem akarunk ilyen aktívan részt venni, akkor csak ülhetünk csendben, szemünket becsukva, teljesen átadva magunkat és az elménket a mantra gyógyító erejének. Énekléssel természetes módon használjuk a légzésünket, ami ezáltal a pránajámnak a tökéletessége lesz. Emellett teljesen lefoglaljuk szimplán azáltal az elménket, hogy a hangokra fókuszálunk. Ez lesz ugye akkor a meditáció legnagyobb tökéletessége. Amikor az ember elméjét nem érdekli semmi más, csak az, hogy Istenhez menjen, vele lehessen, ő az, aki nem különbözik szent nevétől. Tehát ha valaki énekli ezt halkan vagy hangosan, az automatikusan azt fogja eredményezni, hogy együtt lesz a legfelsőbb Úrral, összekapcsolódik vele. Ami pedig azt eredményezi, hogy az elméje megnyugszik, lecsendesül, egy pontra rögzül, és végső soron ez minden meditációnak a célja. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet!